Mivel az első fordulóban a Kaposvár kérésére elhalasztotta meccsét az NTK, a második körben annak a BKV előrének az otthonában kezdték a szezont a nyíregyházi tekézők, ahol már többször is termett babér számukra. Ezúttal is a pontszerzés volt a cél, a sérült Szlovenszky Tibor továbbra is nélkülöző vendégek bíztak abban, hogy sikerélménnyel indítják a bajnokságot. Rögtön az első sorban, mivel hatsávos pályáról veszünk, hárman mentünk fel a pályára, Magyarorsi Péter, a Szlovenszky Attila, illetve jó magam. A feladat az volt, hogy a Peti is megszerezze a pontot, illetve én is, és a Szlovenszky Attilának megtartania kellett a hazák egyik legjobb játékosával a lépést már amennyire tudta. Sajnos az Attilát fél idő után cseréltük, még azt lehet mondani időben, a hetei Alex lépett dobóállásba, míg a Magyarorsi Péter az első szett után sok fát kapott, és mégis vissza tudta tornázni magát, azon az utolsó néhány dobását elrontotta, és 5 fával alul maradt az ellenfelével szemben, míg nekem magabiztosan sikerült a csapatpontot megszereznem. Akkor már érezni lehetett, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. 2-1-re a hazaiak vezettek, és csupán 10 fa előnyük volt, tehát abszolút minden lehetséges benne volt ebbe a forgatókönyvbe, a mostani mérkőzésbe. A bravúr végül elmaradt, a 3372 fáig jutó nyíregyháziak végül 6-2-es vereséget szenvedtek a 45 fával többet dobó hazaiaktól. A Szegő Leventének, a Kastura Zsoltának, illetve a Kedvezsőnek az volt a feladata, hogy legalább 2 játékosunk pontot szerezzen, és a csapatfát magunk javára fordítsuk. Ennek megfelelően a Szegő Levente végig jól tartotta magát, és az utolsó szedjében nagyot hajrázva megszerezte a csapatpontot, mi a Kastura Zsolt tartotta a lépést a jobb ellenfelével szemben, azonban a Hakkerdező 90 dobásig maga biztosan vezetett. Úgy nézett ki az utolsó 30 dobásnál, ahol 1 fa volt a hátrányunk, hogy akár a mi javunkra is eldőlhet ez a mérkőzés, de akár a 4-4-es döntetlen is könnyedén meg lehet, de a Dezsőnek nem úgy sikerült a tarolása, az utolsó 15 dobása, hogy azt szerettük volna, és így fordulhatott elő, hogy a hazaiak elvitték előlünk a 2 pontot. A nyíregyháziak a hétvégén a legutóbbi bajnokságban bronzérmes, a szezont 2 győzelemmel indító Répce-Lak otthonában lépnek dobóállásba.